Sziasztok! Ez a videó a magyarországi revíziós politikának a sikereiről és annak bukásáról fog szólni. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum során elcsatolták a történelmi Magyarország kétharmadát. Ez Magyarországon óriási közfelháborodást váltott ki. Az országban elterjedt a revízió eszméje, amely felülvizsgálást jelent. Ez alapján a magyarok a trianoni béke felülvizsgálását követelték, és egy igazságos békét szerettek volna tető aláhozni. Azonban Magyarország külpolitikailag az 1920-as években teljesen el volt szigetelve, így egy nagyobb hatalom se karolta fel a szándékát. Ráadásul az ország szomszédjai Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia létrehozták a Kisantant Szövetséget, amely Magyarország ellen irányult. Így az 1920-as évek elején célszerű volt Magyarországon elfogadni a trianoni békét és stabilizálni az ország gazdaságát, így a revízió eszméje háttérbe szorult. A nagyobb hatalmak közül először Olaszország nyitott Magyarország felé, mivel Mussolini-nek Jugoszláviával szemben területi követelései voltak. Ezért jó viszonyt próbált ápolni a Délszláv állam szomszédjaival. 1927. április 5-én létrejött az olasz-magyar barátságszerződés, amely után az akkori miniszterelnök Betlen István egyre jobban elkezdte hangsúlyozni a revíziós szándékát. 1927-ben nemzetközileg tovább erősödött a magyar revízió gondolata, amikor egy angol neves újságíró, Lord Radermeer írt egy cikket Magyarország helyzetéről a híres Daily Mail nevű újságba. Radermeer mindezt azért tette, hogy egy magyar arisztokrata hölgynek imponálhasson vele. A cégben az angol újságíró kifejtette, hogy igazságtalan a trianoni béke és etnikai alapon húzná meg az új határokat. Ez a cikk újra felelevenítette a trianoni béke revíziójára irányuló gondolatokat a világ sajtóban és Magyarországon egyaránt. A kormány Radörmér cikkét kettősséggel fogadta, mivel azt örömtelinek tartották, hogy a nemzetközi közvélemény így legalább megsajnálja a magyarokat. Viszont az nem tetszett nekik, hogy az angol újságíró csak az etnikai határok meghúzását írta, míg betlenék a történelmi Magyarországot szerették volna visszaállítani. Radörmér cikkére válaszként 1927-ben megalakult a Magyar Revíziós Liga, amely kifejtette a magyar álláspontot a revízió ügyében. Elmondták, hogy céljuk a Szent Istváni Magyarország létrehozása, amelyben a magyar lenne a Kárpát-medence államalkotó nemzete, a többi nemzetiség pedig autonómiát kapna. Mivel a magyar kormány is ezt az álláspontot támogatta, ezért nem elégedtek meg Radörmer etnikai határokra vonatkozó javaslatával. Csupán a magyarországi baloldali pártok elégedtek meg az etnikai rendezéssel, így ők örömmel olvasták az angol újságíró javaslatát. Betlen István tíz évig tartó miniszterelnökségének végül a nagy gazdasági világválság vetett véget, amely hatására a lemondott pozíciójáról. A világválság negatív hatásai alól végül Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt sikerült kilábalnia az országnak. Gömbös Betlenhez hasonlóan az olaszokkal kezdett egy szövetségi rendszert kiépíteni, mivel a 30-as évek elejéig Mussolini volt a revízió fő támogatója, hiszen Olaszország sem volt megelégedve a Párizs környéki békék során meghúzott határokkal. Mussolini fegyverekkel is segítette Magyarországot. Az Olasz Magyar Szövetségbe 1934-ben bemondták Ausztriát is, és Olaszországban Mussolini, gömbös és az osztrák kancellár Dolfus megkötötték a római jegyzőkönyveket, amely során egy szövetség jött létre a három hatalom között. A nagy hatalmak közül Olaszország tehát teljes mélszélességgel támogatta a Magyar Revíziót. Ráadásul Angliában is egyre népszerűbbé vált Radörmér gondolata, és a pacifista angolok azt az elvet vallották, hogy addig rendezzék a magyar helyzetet, amíg azt háború nélkül békében megtehetik. A magyar miniszterelnöknek Gömbös Gyulának is volt egy revíziós terve, amelyben a Trianonnál elcsatolt területek felét kérte volna vissza. Gömbös revíziós tervében nem az etnikai, hanem a gazdasági szempontokat, illetve az ország katonai védhetőségét vette figyelembe. Tovább javította a magyar revízió esélyeit, hogy 1933-ban Adolf Hitler vette át Németország irányítását, akit 1933-ban Gömbös Gyula elsőként látogatott meg az európai államférfiak közül. Azonban a találkozón csak egy kereskedelmi szerződést tudott kötni Hitlerrel, egy politikai szövetséget nem sikerült neki. Hitlert 1938-ig négyszer látogatták meg a magyar politikusok. Gömbös 1933-ban és 1935-ben, Horthy Miklós kormányzó 1936-ban és a gömbös halála után miniszterelnöki székbe kerülő Darányi Kálmán 1937-ben látogatta meg a náci vezetőt. Ezeken a találkozókon Hitler azonban mindig letörte a magyarok lelkesedését, ugyanis leszögezte, hogy csupán Csehszlovákia esetén van azonos revíziós terve a két országnak, és mondta a magyaroknak, hogy a csehszlovák-magyar határa kell koncentrálniuk. Továbbá a Führer többször is kijelentette, hogy a 100%-os revízió teljesen esélytelen, valamint a román és a jugoszláv kormányokat pedig biztosította arról, hogy nem fogják fenntartás nélkül támogatni a magyar revíziós szándékot. Minden esetre azért jól jött Hitlernek, hogy Csehszlovákia esetében a magyar ütőkártyát is kiátszhatta a nemzetközi tárgyalóasztalnál. Ennek ellenére a magyar gazdaság teljesen a harmadik birodalomtól kezdett el függeni, gömbös Gyula miniszterelnökségének a vége felé. Ez annak is köszönhető, hogy Németországtól hiába vettek el jelentős területeket az első világháború végén, mégis geopolitikailag jó helyzetbe kerültek, mivel a térségben két riválisukból az osztrák-magyar monarchia megszűnt, Oroszországban pedig kommunista vezetés lett, amelytől féltek a közép-európai országok vezetői. Így mindenkitől elszigetelve volt Stalin állama. Ezért egyedül csak Németország jelenthetett hatalmas piacot a közép-európai termékeknek. Miután Németország az 1930-as évektől megnyitotta gazdaságát a közép-európai államok felé, az egész térség a németektől kezdett el gazdaságilag és ezáltal politikailag is függeni. Az 1930-as évek végén Adolf Hitler egyre erőszakosabban elkezdett terjeszkedni. Először 1935-ben népszavazás útján visszaszerezte a szárvidéket, majd 1936-ban csapataival bevonult a Rajna menti demilitarizált övezetbe. Ebben az évben megkötött két szövetséget Olaszországgal és Japánnal, a Berlin-Róma tengelyt és a Szovjetunió ellen irányuló antikominterpaktumot. Hitler terjeszkedése fölött egyelőre a nyugati hatalmak a háború elkerülése érdekében szemet hunytak. Azonban a Führernek ez még csak a kezdet volt, és a következő célpontja Ausztria és Csehszlovákia volt. Ausztriát 1938. márciusában az Anstusz során meg is szállta és elfoglalta. Így Magyarországgal szomszédos lett Németország. Viszont magyar szempontból Csehszlovákia helyzete sokkal érdekesebb volt, hiszen itt Hitler azt akarta, hogy Magyarország provokálja ki az eseményeket, és miután a magyar katonák megtámadták volna Csehszlovákiát, a német katonák be tudtak volna avatkozni és békésen rendezni a konfliktust. Nyilvánvalóan Németországnak is kedvező módon. Az új miniszterelnök Darányi Kálmán ezért is ment tárgyalni Hitlerrel Németországba 1937-ben. A magyar vezetés látta, hogy előbb-utóbb ki fog robbani egy háború Európában, illetve Hitlerrel tárgyalva világossá vált, hogy békés úton szinte lehetetlen a revízió megvalósulása. Ezért Darányi meghirdette a győri programot, amely során 5 év alatt 1 milliárd pengőt szánt a kormány hadseregfejlesztésre. A valóságban ez 1,6 milliárd pengő lett, és már 1940-re végrehajtották a programot, amely során az addigi 80-85 ezer fős magyar hadsereg létszáma 107 ezresre nőtt, és a magyar fegyverek száma is jelentősen növekedett. A darányi kormány, hogy Hitlernek kedvezzen, megfogalmazta az első zsidó törvényt is, amelyben a különböző kereskedelmi, ipari és pénzügyi vállalatoknál 20% alá korlátozta a zsidók részarányát. Viszont ez a törvény még vallási alapon működött, amely azt jelentette, hogy csak olyan embereket érintett, akik a zsidó vallást gyakorolták. Ezt a törvényt azonban már nem az 1938-ban lemondó Darányi Kálmán vezette be, hanem utódja Imrédi Béla. Imrédi kezdetben nem akarta németek felé teljesen elköteleződni, és a nyugati hatalmak szimpátiáját megnyerni kívánva tárgyalásokat kezdeményezett a kisandant vezetőivel, amely eredményeként megkötötték a Bledi Egyezményt, amelyben megállapodtak, hogy a kisantant országai elismerik Magyarország egyenjogúságát a fegyverkezés terén, cserébe pedig Magyarország lemondott a katonai agresszióról. Viszont, mivel az egyezményt a kisebbségek helyzetétől tették függővé, így valójában sohasem lépett a gyakorlatba. Imrédi Bélát és Horthy Miklós kormányzót 1938. augusztusában magához hivatta Hitler, és elmondta nekik, hogy most jött el az idő megtámadniuk Csehszlovákiát. A náci vezető őrjöngött, amikor a magyar küldöttség elmondta neki, hogy nem hajlandóak a provokátor szerepét vállalni. Ráadásul, amikor kitudódott a Bledi egyezmény, akkor Hitler még jobban elkezdett tombolni a dühtől. Meg is sértődött, és később, amikor a magyarok elégedetlenek voltak a visszakapott területek nagyságával, akkor azt mondta nekik, hogy annak, aki az asztalhoz akar ülni és enni akar, a főzésből is ki kell vennie a részét. Így egyelőre, hogy Magyarország nem támadott, Hitler nem tudta egész Csehországot birodalmához csatolni, ha nem be kellett érni a német lakosságú Sudéta vidékkel. Ezt viszont békés úton szerezte meg, miután Münchenbe hívta Európa vezetőit, Olaszországból Mussolinit, Franciaországból a miniszterelnököt Daladiét, és Angliából szintén a miniszterelnököt chamberlain -t. 1938. szeptember 29-én meg is kötötték a Müncheni Egyezményt, amely során a Szudéta vidéket Németországhoz csatolták. Az egyezményt aláíró angol és francia vezetők azért mentek bele ezekbe a feltételekbe, mert reménykedtek abban, hogy Hitlert ezzel végleg kielégítik, és tovább nem akar majd terjeszkedni. Az angol Chamberlain úgy is ment haza, hogy száz évre biztosította a békét Európában ezzel az egyezménnyel. Viszont, mint utóbb kiderült, még egy évig sem sikerült neki. A Müncheni Egyezmény Magyarország helyzetével közvetlenül nem foglalkozott. Viszont volt egy csatolt záradéka, amely arról szólt, hogy a magyar és cseszlovák kormány egyezen meg a magyar kisebbséggel kapcsolatos vitás kérdésekben. Hogyha ez három hónapon belül nem sikerül, akkor a négy nagyhatalom újra összeül majd és közösen tanácskoznak a helyzetről. Ezt követően meg is indultak a magyar és csehszlovák tárgyalások Komárom városában 1939. október 9-én. Magyar oldalról a külügyminiszter Kánya Kálmán és Teleki Pál tárgyalt. Ők 14.000 négyzetkilométer területet követeltek, amely a magyar lakta határvidéket jelentette. Trianonnál 63.000 négyzetkilométer volt, amelyet elcsatoltak az országtól. A maradék területekre kányáik azt kérték, hogy a szlovákok és a rutének rendezzenek népszavazást arról, hogy melyik országhoz akarnak majd csatlakozni. A csehszlovák fél egy szlovák plébánost küldött Komáromba, József Tiszó személyébe, aki az autonóm szlovák területek elnöke volt. Ő hallani sem akart ekkora engedményekről, és csak autonómiát szeretett volna adni a szlovákiai magyaroknak, maximum végső esetben átengedte volna a csalló közt. A felek hosszas viták után végül a határmenti sávban maradtak, amely egy 11.300 négyzetkilométer nagyságú terület volt. Azonban öt városon még így se tudtak megegyezni a felek, ez az öt város Pozsony, Nyitra, Kassa, Ungvár és Munkács volt. Ezek a területek az 1910-es magyar népszámlálás alapján abszolút magyar többséget mutattak, azonban az 1930-as csehszlovák népszámlálás során szlovák többség jött ki ezeken a területeken. Mivel a magyarok és a szlovákok nem tudtak megegyezni ezen az öt városon, ezért a Müncheni Egyezmény értelmében a négy nagyhatalomnak újra össze kellett volna ülnie. Azonban Angliát és Franciaországot különösebben nem érdekelte a magyar és csehszlovák határvita, így rábízták a döntést a németekre és az olaszokra. A két ország külügyminisztere Ribbentrop és Csánó Bécsben összeült tárgyalni a kérdéses területről. A németek inkább a szlovákokat támogatták, hiszen az iparuk miatt meg akarták szerezni Csehországot, Csehszlovákia másik részét, és így egy önálló Szlovákiában gondolkodtak. Ráadásul Hitler még mindig dühös volt a magyarokra, hogy szerinte túl sokat akarnak és túl olcsón. A magyarok mellé Mussolini veje az olasz külügyminiszter Galeazzo Csánu állt. Végül 1938. november 2-án az első bécsi döntésben egy olyan kompromisszumot hoztak a felek, hogy az öt városból hármat, Kassát, Ungvárat és Munkácsot átengedték Magyarországnak. Viszont Pozsony és Nyitra szlovák maradhatott. Az első bécsi döntés értelmében 11.927 négyzetkilométernyi terület került vissza Magyarországhoz. Ezen a területen 1 millió 60 ezer fő élt. Az 1941-es magyar népszámlálás szerint a lakosok 84% a magyar anyanyelvű volt. Viszont az 1930-as szlovák népszámlálás csak 57%-ban állapította meg a magyarok arányát. Ezek az eltérő értékek a bizonytalan identitású népcsoportok, illetve az időközben lezajlott népmozgások miatt alakulhattak ki. Minden esetre az kijelenthető, hogy az első Bécsi döntés etnikailag a csehszlovák adatok alapján is egy korrekt döntés volt, és lényegében meghúzták vele a magyar-szlovák etnikai határokat. Ráadásul ezt a döntést jogilag is támogatta Németország és Olaszország, a másik két európai nagyhatalom, Anglia és Franciaország pedig beleegyezett. Így a magyarok terület szerzését nemzetközileg is elismerték a felek azonban a magyar fél számára problémát jelentett, hogy Pozsony városa Csehszlovákiánál maradt, illetve hogy a magyar határ nem ért ki Lengyelországig. Minden esetre az első bécsi döntés az egy jogilag törvényes revíziós területszerzés volt Magyarország számára, amelyet Európa nagyhatalmai is elismertek. Magyarországon hatalmas ünneplés fogadta az eseményeket. Nem csak a nacionalisták, hanem még az ellenzékiek is örültek neki. A döntés után Horty Miklós bevonult Komáromba és Kassába, ahol beszédet mondott. Itt elmondta, hogy azoknak a szlovákoknak és cseheknek el kell hagyniuk a területet, akiket 1918 után telepítettek ide. De a többieket szeretettel látják a magyar királyságban. Az első bécsi döntés Imrédi Bélát is egy sikeres miniszterelnökként prezentálta, aki a siker mámorától elvakulva azt látta, hogy a németektől lehet remélni a magyar revíziót, ezért egyre jobban kedvezni kezdett nekik. 1938. novemberében engedélyezték a Volksbund megalakulását, amely a német kisebbségnek a náci jellegű szervezete lett, és a tagjai fölött önrendelkezhetett. Hitler felé gesztusként Magyarország lépéseket tett afelé, hogy kilépjen a Népszövetségből és csatlakozzon az Antikominter Paktumhoz. A legnagyobb gesztusként pedig azt akarta Imrédi gyakorolni Hitler irányába, hogy elkezdték megfogalmazni a második zsidó törvényt, amely 6%-ban maximalizálta a zsidók arányát a szellemi foglalkozásokban. Ráadásul itt már nem vallási, hanem faj alapon határozták meg azt, hogy ki is a zsidó. Ehhez a harmadik birodalomban meghozott 1935-ös Nürnbergi törvényeket vették alapul, amely az embert vallásától függetlenül akkor tekintette zsidónak, ha legalább két nagyszülője zsidó vallású volt. Horti Miklóségnak nagyon nem tetszett, hogy Imrédi egyre elvakultabb lépésekre szánta el magát, hogy Hitlernek kedvezhessen, ezért elhatározták, hogy félreállítják saját törvényjavaslatába buktatták bele a miniszterelnököt, ugyanis kisebb kutatómunka során megtalálták, hogy magának Imrédi Bélának is volt egy zsidó származású nagymamája, Karolina néni, aki 1807-ben tért át katolikus hitre. Miután ezzel szembesítették Imrédit, az lemondott a miniszterelnöki pozícióról, és a helyébe Horti Teleki Pált nevezte ki miniszterelnöknek. Gróf Teleki Pál második miniszterelnökségét nehéz helyzetben kezdte, mivel úgy szerette volna tovább növelni az ország területét, hogy teljesen nem köteleződik el Hitler irányába Magyarország, hanem a nyugati hatalmak szimpátiáját is megtarthatja. A legfontosabb lépésnek Kárpátalja visszaszerzését tartotta Teleki, mivel szeretett volna egy közös magyar-lengyel határt, amely tovább növelte volna Magyarország mozgásterét. Ezt a lépést akár német támogatás nélkül is megtette volna Teleki, Azonban végül Hitler támogatását is megkapta a magyar miniszterelnök, hiszen Hitler következő célpontja 1939. márciusában Csehország megszállása volt. A Führer a megszállás előestéjén kihívta magához József Tiszót, és megbeszélte vele, hogy ő lesz majd az első önálló szlovák államvezetője. 1939. március 15-én Hitler bevonult Csehországba, és megszállta az országot. Tiszó pedig kikiáltotta az önálló szlovákiát. Kárpátalja esetében Hitler megüzente Telekinek, hogy 24 órája van bevonulni a területre a magyar katonáknak. Telekiék ezt közjögilag úgy tekintették, hogy Szlovákia létrejöttével és Csehország elfoglalásával Csehszlovákia megszűnt létezni, és Kárpátalja pedig egy független fegyvertelen terület maradt, amelyet három nap alatt meg is hódítottak. Így Kárpátalját is visszacsatolták a magyar királysághoz. Kárpátaljával egy 12.061 négyzetkilométer nagyságú területet szerzett meg Teleki Magyarországnak, ahol nagyjából 700.000 lakos élt. Az itt élők 70-75%-a azonban ruszin nemzetiségű volt. A magyarság aránya nagyjából 5-10% között lehetett ezen a területen. Így Kárpátalját tekintve a magyarok kisebbségben voltak, és egy nagyszámú ruszin kisebbség is került Magyarországra. Ráadásul az első bécsi döntéssel ellentétben ezt a területszerzést már a nyugati hatalmak nehezebben fogadták el. Teleki Kárpátaljának egy autonómiát akart volna felajánlani a Szent Isváni Magyarország terv alapján. Ezért egy törvényjavaslatot terjesztett fel a parlamentben, amelyet azonban visszavont a magyar nacionalisták és a háborús helyzet hatására. A nemzetközi események azonban végképp visszafordíthatatlanná váltak, amikor Adolf Hitler Csehország után Lengyelországot szemelte ki következő célpontként. Ehhez először kelet felül biztosította magát, amikor 1939. augusztus 23-án egy meg nem támadási egyezmény kötött a Szovjetunióval. Ez a Molotov-Ribbentrop paktum. Ebben a paktumban azonban volt egy titkos záradék is, amelyben a két ország felosztotta egymás között kelet-európát. Hitler ezután az egyezmény után mindent mozgósított, hogy előkészítse a támadást az angol és a francia védelem alatt álló Lengyelország ellen. A Führer Magyarországra is számított a támadás során, ugyanis azt kérte Telekitől, hogy a német katonák hadd használhassák az észak-magyarországi vasútvonalakat a Lengyelország elleni háborúban. Ezért cserébe felajánlotta egész Szlovákiát Telekinek, amelyet számára értéktelen féregnyúlványnak bélyegzett Hitler. Teleki azonban nem ment bele Hitler ötletébe, és ellenállt. Mivel tudta, hogy ebből a támadásból háború fog kirobbanni Németország és a nyugati hatalmak között, ahol nem hitt a végső német győzelemben. Úgyhogy egy ilyen katonai segítséggel nem akarta elveszíteni Nagy-Britannia jó indulatát. Ráadásul teleki a lengyel-magyar barátsággal is összeegyeztethetetlennek tartotta. Így 1939. szeptember 1-én nemhogy nem engedte át a német katonákat az országon, hanem titokban még egy magyar légiót is szervezett a lengyelek segítésére, és miután eldőlt a háború sorsa, megnyitotta az ország határt a menekülő lengyeleknek. Több mint százezer lengyel menekült érkezett Magyarországra a német és szovjet csapatok elől. Hitler Lengyelország megtámadásával kirobbantotta a Második világháborút, mivel Anglia és Franciaország is hadat üzent a harmadik birodalomnak. Telekipálnak ezután a fő célja az volt, hogy kimaradjon a világháborúból ezért kölcsönösen gesztusokat tett Hitler felé és az angolok felé is. Hitlernek azért kedvezett, mivel a magyar revíziót tőle remélte, és idáig is lényegében a Führernek köszönhették a magyarországi területgyarapodásokat. Az angolok felé pedig azért gyakorolt gesztusokat teleki, mivel valószínűleg tartotta, hogy ők fogják megnyerni a világháborút, így tőlük remélte, hogy Magyarország megtarthatja majd a korábban megszerzett területeket. Ráadásul azért is akarta távol tartani a magyar királyságot a háborútól, mivel az első világháborúból kiindulva úgy gondolta, hogy egy erős hadsereg kell majd a végső rendezéshez, és csak úgy, mint 1918-ban, itt is majd a háború végén dőlnek el a tényleges területi viták. Kárpátalja megszerzését követően Teleki Pál következő célpontja Erdély elfoglalása volt. Teleki egy önálló katonai akciót szeretett volna, ezért elkezdett fegyverkezni Románia ellen. Azonban ez egy kockázatos akció lett volna, több szempontból is, mivel Románia nagyjából hasonló hadierővel rendelkezett, mint Magyarország. Ráadásul a nemzetközi pozíciójuk is stabil volt. Ezen kívül Hitler is nagyon ellenezte, hogy a két csatlósa háborúzzon egymással. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy ekkoriban Romániában volt Európa egyik legjelentősebb kőolajtermelő bázisa, így a Führer nem akarta, hogy egy magyar-román háború miatt veszélybe kerüljön Németország olajellátása. Ilyen lehetőségek között a magyar revíziót eddig mindig támogató Olaszország is önmérsékletet tanácsolt elekiéknek, így a magyar miniszterelnök kivárt. Közben a világháború a tengelyhatalmaknak igen kedvezően alakult, ugyanis Hitler 1940. júniusára elfoglalta egész Észak- és Nyugat-Európát is, és a francia fegyverszünet következtében egyedül Angliával álltak háborúban 1940. nyarára. Hitler tudta, hogy össze kell csapnia majd a Szovjetunióval, és minél hamarabb meglepte volna Stálin birodalmát, ezért szüksége lett volna arra, hogy a szövetségesei biztosítsák és ne gyengítsék egymást. A Führer sikerei közben a Szovjetunió is folyamatosan szerezte vissza az első világháború végén elvesztett területeket. Ez a román-szovjet határt is érintette, ahol Stálin célpontja Észak-Bukovina és Besszarábia volt. 1940. július 26-án a kommunista vezető egy ultimátumot adott a románoknak, hogy adják át a két területet. Ráadásul még telekivel is felvették a kapcsolatot, és elmondták a magyar miniszterelnöknek, hogy számítanak egy közös magyar-szovjet harcra Románia ellen. Amikor ezt az egyre inkább a Szovjetunió ellen háborúra készülő Hitler megtudta, elkezdett örjöngeni, hiszen egy Románia elleni háború esetén le kellett volna állítani a Németországba irányuló kőolajszállítást. Ráadásul a Szovjetunió is teret nyerhetett volna a Balkánon. Úgyhogy végül Hitler beleegyezett a magyar-román határmódosításba, és felszólította a román vezetést a két oldalú tárgyalásokra. A román-magyar tárgyalások 1940. augusztus 16-án kezdődtek Turnus-Severinben, azaz Szörényváron. A tárgyalás előtt két lehetőség is felmerült RTL kapcsolatban – Egyrészt, hogy legyen egy önálló és független állam, másrészt, hogy a két ország ossza fel egymás között a területet. A magyarok felosztották volna Erdélyt, és a Trianoni béke során elvett km négyzetkilométerből 70 ezeret követeltek vissza a magyar királyságnak. A magyar-román határ ez alapján a Maros vonalát követte volna, és nagyjából az 1918-as demarkációs vonalhoz lett volna hasonló. Viszont a terület lakosságának a többségét a románok tették volna ki. A románok ezt elfogadhatatlannak tartották. Az ő javaslatuk kimerült a magyarok kitelepítésében, a magyar területek Románián belüli autonómiájában és egy maximum 10.000 négyzetkilométeres terület átengedésében. A két fél annyira nem találta meg a közös hangot, hogy augusztus 24-én megszakadtak a tárgyalások a két ország között, és elkezdtek mozgósítani mindketten. Hitler egy magyar-román háborúról hallani sem akart, úgyhogy egy német-olasz döntőbíróságot ajánlott fel a két országnak, amelyet a magyar kormány egyhangulag, a román kormány pedig enyhe szó többséggel el is fogadott. Szintén Bécsben ültek össze a felek, Ribbentrop és Csánó elnökletével, ahol végül 1940. augusztus 30-án Észak-Erdélyt és Székelyföldet Magyarországhoz csatolták. Itt érdekes megfigyelni, hogy a magyar-román határ nem teljesen egyenesen húzták meg ugyanis van egy betűremkedés Kolozsvár és Székelyföld között. Ezt a területet azért nem csatolták Magyarországhoz, mivel Hermann Göringnek voltak itt érdekeltségei a román olajtermelésben, aki nem akarta átengedni a magyaroknak. Így emiatt nem lett egyenes az újdönsült magyar-román határ. Ezt a területet Göring hasnak is szokták nevezni. A második bécsi döntés során a Magyarországhoz csatolt terület egy 43.104 km nyitottságú és egy 2,5 millió lakossal rendelkező terület volt. Azonban ebből a 2,5 millió lakosból csak részleges többséggel rendelkeztek a magyarok. Ugyanis az 1941-es magyar népszámlálás alapján a magyarság aránya csak 52% volt, a románoké 38%, a németeké pedig 10%. Ezzel szemben az 1930-as román népszámlálás alapján a magyarok csak 38%-ot kaptak, a románok 49-et, a németek pedig 13-at. Az adatokból következtetve megállapíthatjuk, hogy a magyarok nem abszolút, de relatív többségben lehettek a területen, viszont a második bécsi döntés következtében egy hatalmas nagyságú, egymillió fős kisebbség került az országba a románok személyében. Azonban a magyar-román határmódosítás számos problémát is generált. Egyrészt a már említett egymillió millió fős magyarországi román kisebbség mellett Dél-Erdélyben maradt 400 ezer fő magyar, és nem került vissza a magyar királysághoz Arad városa sem. Így a magyarok számára nem volt teljesen kielégítő a rendezés. Tovább nehezítette a képet, hogy mivel Székelyföldet kizárólag Dél-Erdélyből lehetett vasúttal megközelíteni Magyarországról, ezért a magyar kormánynak a későbbiekben ki kellett építeni Észak-Erdélyen keresztül a vasúti összeköttetés Székelyfölddel. Erdély etnikai megoszlása szempontjából további problémát okozott, hogy az észak-erdélyi románok délre, míg a dél-erdélyi magyarok pedig északra kezdtek el vándorolni a döntés után. Ráadásul a románok beszarábia elvesztéséhez hasonlóan ezt a rendelkezést is egy nemzeti katasztrófaként élték meg, és mindent elkövettek, hogy megnyerjék Hitler kegyeit, és érvénytelenítessék vele a második bécsi döntést. Értelemszerűen ezért a magyarok is mindent elkövettek a Führer szimpátiájának kivívására, mivel ahogy egyszer odaadta, úgy vissza is vonhatja ezt a területet. Tovább nehezítette a magyarok helyzetét, hogy mivel már javában tartott a második világháború, ezért ezt a két tengelyhatalom vezetői által meghozott döntést az angolok és az amerikaiak sem voltak hajlandóak elfogadni, és egy Romániára erőszakolt diktátumként ítélték meg így ennek a területnek a megszerzése már kevésbé volt törvényes, mint a korábbi első bécsi döntésben megszerzetteké. Minden esetre a magyarok az első bécsi döntéshez hasonlóan ezt is óriási örömmel fogadták. Horti Miklós bevonuló csapatait virágesővel fogadták Erdélyben, és a magyar kormányzó ekkor érte el a legnagyobb népszerűségét Magyarországon. Ezt jól tükrözi az a tény, hogy az 1939-es választásokon a kormánypárt a szavazatok 73%-át is megszerezte, illetve az is ezt igazolja, hogy az öngyilkosságok száma is jelentősen visszaesett Magyarországon a hortikorszak korszak végén. Azonban észak erdély visszaszerzésének és a nagy magyar örömnek hatalmas ára volt. Ugyanis Telekinek több gesztust is tennie kellett Hitlernek ezért cserébe. Egyrészt engedélyeznie kellett, hogy a Volksmund a hazai németség egyetlen törvényes szervezetévé válhasson. Másrészt megkezdték kidolgozni a harmadik zsidó törvényt is, amely alapján már a zsidó és nem zsidó emberek nem is házasodhattak össze egymással. Ezen kívül a belső szükségletek rovására növelni kellett Magyarországnak a Németországba irányuló élelmiszerexportot, és 1940 októberében Telekinek engedélyeznie kellett, hogy a német csapatok átvonulhassanak az országon Romániába. Szintén a második Bécsi döntésért cserébe 1940 szeptemberében Telekiek kiengedték a magyar szélsőjobboldal vezetőjét Szálasi Ferencet a börtönből. Végül pedig 1940. november 20-án a magyar királyság is csatlakozott az 1940. szeptemberében Németország, Olaszország és Japán között létrejövő háromhatalmi egyezményhez, amely egy Szovjetunió ellen irányuló szövetség volt. Ezzel a csatlakozással Magyarország lényegében feladta az addigi semlegességi politikáját. Teleki ezt látva, hogy Magyarország teljesen bekerült Németország árnyékába, igyekezett volna még egy utolsó gesztus gyakorolni az angolok felé és 1940. december 12-én Belgrádban egy örökbarátsági szerződés kötött Jugoszláviával. Ebben a szerződésben nem foglalkoztak a két ország közötti határvitákkal, hanem egy olyan egyezményt írtak alá, amelyben Magyarország és Jugoszlávia megegyezett arról, hogy állandó béke fog fennállni közöttük. Azonban a nemzetközi események magyar szempontból kifejezetten kedvezőtlenül alakultak, amikor 1941. március 27-én megputcsolták a jugoszláv kormányt, és egy német ellenes angol barát kormány vette át az irányítást Jugoszláviában. Hitler ekkor már a Szovjetunió ellen akart támadni, így nem volt hajlandó elfogadni, hogy országát délről egy angol barát állam veszélyeztesse, és ezért minél gyorsabban elfoglalta volna Jugoszláviát, hogy keletre támadhasson. Ehhez a gyors támadáshoz követelte szövetségesei Olaszország, Bulgária és Magyarország beavatkozását is. Magyarországtól külön követelték, hogy engedjék át a német lánctalpasokat az országon, hogy ne Ausztrián keresztül kelljen a nehezebb körülmények között megközelíteniük Jugoszláviát. Emiatt Teleki Pál egy hatalmas dilemma előtt állt, hiszen ha enged Hitlernek, akkor megszegi az örök barátsági szerződést, és végleg elveszteni a nyugati hatalmak támogatását. Viszont ha nem engedi át a Führer csapatait, akkor Magyarország lemondhat a további revízió reményeiről, és még az is könnyen előfordulhat, hogy Hitler megszállná az országot. Tovább nehezítette a képet, hogy Horthy Miklós kormányzó 1941. április 2-án hozzájárult Hitler csapatainak átengedéséhez, és Telekinek ez csak a megállapodás után közölte. Teleki Pál nem tudott dönteni, és még azon az éjjel főbe lőtte magát, és öngyilkos lett. Ezt egy figyelmeztetésnek szánta a magyarok számára. Teleki halála után április 3-án az addigi külügyminisztert Bártosi Lászlót nevezték ki az ország miniszterelnökének. Ő egyből át is engedte a németeket az országon, és miután a német sikerek hatására a horvátok kikiáltották a független horvátországot, bevonult a magyar katonákkal a délvidékre. Hitler meg is hálálta Magyarország katonai részvételét, és odatta nekik a muraközt, bácskát és a baranyai háromszöget is. Azonban Hitler a bánság jugoszláv részét nem adta vissza Magyarországnak, hiába ígérte nekik oda korábban, mivel itt románok és németek is nagy számban éltek. Így Hitler jobbnak látta közvetlenül német katonai igazgatás alá helyezni a területet. Így is bárdos katonai akciója következtében 11.475 négyzetkilométer és több mint egy millió lakos került vissza Magyarországhoz. Azonban ezen a területen a magyarok aránya csak 39% volt, a németeké 19%, a szerbeké pedig 16%. Ráadásul a jugoszláv népszámlálási adatok alapján a magyarok csak 30%-ban, míg a délszláv népek 43%-ban laktak a területen. Így kijelenthetjük, hogy a magyarság ebben a térségben relatív kisebbségben volt, és nagyszámú német és délszláv nép került Magyarországra a terület visszacsatolása következtében. Arról nem is beszélve, hogy ezt a nyugati hatalmak végképp törvénytelennek ítélték, és Magyarország sorsa megpecsételődött. Bárosiek akciója hatására még az angol követ is hazautazott Budapestről. A revíziós sikereket összegezve megállapíthatjuk, hogy az 1938- és 41 közötti visszakapott területek elérték a trianonnál elcsatolt területek 40%-át. Ha a personálunió miatt különálló Horvátországot is beleszámítjuk a Trianonnál elvesztett területek közé, akkor a revízió során visszaszerzett területek a Trianoni vesztességek egyharmadát alkották. Az ország területe emiatt jelentősen megnövekedett, 93 ezer négyzetkilométerről 172 ezer négyzetkilométerre. Az ország lakossága is nagymértékben megnőtt, 9 millióról 14,6 millióra. Azonban a majdnem 5 millió új állampolgár közül csupán a fele volt magyar, hiszen 20%-uk román, 10%-uk ruszin, 9%-uk délszláv, a többi kisebbség pedig német és szlovák volt. Így a magyarság összaránya csökkent az országban, és egy viszonylag homogén nemzetállomból újra jelentős lett a kisebbségek aránya az országban. Magyarország lakosainak 21%-a tartozott valamelyik kisebbséghez ezáltal. A legnagyobb számban a románok, a németek és a ruszinok voltak 7,5-5, illetve 3,8%-kal. Természetesen az ország felekezeti megoszlása is módosult, hiszen a római katolikusok száma visszaesett 55%-ra, a görög katolikusok száma pedig a ruszinok miatt 10% fölé emelkedett. A reformátusok az ország 19%-át, az evangélikusok az 5%-át, az ortodoxok pedig a 3,8%-át tették ki. Hiába gyarapodott jelentősen az ország területe a revízióval, Magyarország gazdasága nem igazán módosult, mivel a Kárpát-medence legfontosabb bányái dél illetve Szlovákiában maradtak. Azzal, hogy Bárdosi átengedte a németeket, kivívta az angolok ellenszenvét. Viszont Magyarország még nem keveredett bele a világháborúba, ugyanis Nagy-Britannia nem üzent hadat a magyaroknak, csak visszahívta a magyarországi követét. Ez valószínűleg az előző miniszterelnök Teleki Pál öngyilkossága miatt volt, akiről az angol miniszterelnök Winston Churchill úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalóasztalnál majd szabadon kell hagynunk egy széket Teleki Pál gróf számára. És ez az üres szék figyelmeztesse a jelenlevőket arra, hogy a magyar nemzetnek olyan miniszterelnöke volt, aki feláldozta magát az igazságért, amelyért mi is harcoltunk. Továbbá kijelentette az angol miniszterelnök, hogy amíg a szövetségesekkel nem kerülnek közvetlenül szembe a magyar alakulatok, addig nem lesz hadjállapot a két ország között. A világháború azonban tovább folytatódott, és miután Hitler biztosította Európa déli részét, minden erejével a Szovjetunió ellen készült, akiket meg is támadott 1941. június 21-én. Hitler kezdetben nem követelte meg szövetségeseitől, hogy azonnal csatlakozzanak hozzá, viszont azt ígérte nekik, hogy meg fog hálálni minden segítséget. Ezért Olaszország, Szlovákia, Horvátország és Románia azonnal csatlakozott is, és sereget küldött a Szovjetunió ellen. Így Magyarország előtt egy hatalmas dilemma állt, ugyanis nem szerettek volna belesodródni a háborúba. Viszont azt is tudták Hortiék, hogy Hitler adta a magyar revíziót, így bármikor el is veheti azokat, sőt az országot is bármikor megszállhatja a német csapatokkal. Viszont, ha támadott volna Magyarország, azzal végleg belépett volna a háborúba, így egyelőre csak a diplomáciai kapcsolatot szakították meg a Szovjetunióval. Ebben a helyzetben egy váratlan esemény következett be, amikor 1941. június 26-án felségjelzés nélküli gépek lebombázták Kassa városát. A repülőkről azóta sem derült ki, hogy szovjetek, németek vagy éppen magyarok voltak-e. A szovjet támadásra lehet a legnagyobb esély, mivel valószínűleg a kassával szomszédos Eperjes városát szerették volna lebombázni a szovjet gépek, hiszen Szlovákiában már hadban álltak. Csak véletlenül eltévesztették a települést. Ezután az esemény után Horti Miklós kormányzói jogával élve, vészhelyzetre hivatkozva azonnal beállította a hadi állapotot Magyarország és a Szovjetunió között, amelyet a magyar kormány másnap jóvá is hagyott, és június 27-én beállt a hadi állapot Magyarország és a Szovjetunió között. Ezzel Magyarország sorsa végleg megpecsételődött, és a tengelyhatalmak hatalmak oldalán belépett a II. világháborúba. Azonban Nagy-Britannia Moszkva hosszas sürgetése után csak 1941. december 7-én üzent hadat Magyarországnak, és Churchill azt üzente, hogy amíg Magyarország nem hagy fel a tengelyhatalmak támogatásával, addig ne számítson kegyelemre. Szintén azon a napon egy váratlan esemény is bekövetkezett a csendes óceánon, ugyanis a japán hadsereg megtámadta az USA hadiflottájának bázisát, és megsemmisítették Pearl Harbor szigetét. Másnap az amerikai elnök Roosevelt is belépett a háborúba. Azonban az USA nem akart hadat üzenni a közép-európai országoknak, mert úgy gondolta, hogy ezek csak vazallus államok, és a vezetőik nem csinálhatnak más, csak azt, amit Hitler mond, különben elfoglalná őket. Viszont a németek és az olaszok sürgették a magyarokat, hogy ők is üzenjenek hadat az usa -nak. Így Bárdosi László 1941. december 12-én hadat üzent az Egyesült Államoknak. Ekkoriból származik a következő anekdota, amely arról szólt, hogy hogyan is vette tudomásul az amerikai vezetés a magyar hadüzenetet, és milyen párbeszéd zajlott le a budapesti amerikai követ és az ország vezetése között. A párbeszéd állítólag így hangzott. Magyarország ugye köztársaság. Nem uram, királyság. Akkor van királyuk? Nincs, tengernagyuk van. Akkor van flottájuk? Nincs, mivel nincs tengerük. Van valamilyen követelésük? Igen. Amerikával szemben? Nem. Angliával szemben? Nem. Oroszországgal szemben? Nem. Hát akkor kivel szemben vannak követeléseik? Romániával szemben. Akkor Romániának is hadat fognak üzenni? Nem uram, ők a szövetségesük. Ez az anekdota szó szerint valószínűleg nem hangzott el, viszont a helyzet abszurditását tökéletesen kifejezi. Magyarország a világháború előre haladtával egyre jobban látta, hogy veszíteni fognak. A magyarok még 1943-ban reménykedtek abban, hogy az Olaszországban partra szálló amerikai és angol szövetségesek fogják felszabadítani az országot, de mivel ott a hadi események lelassultak, így egyre jobban közelítettek a Stalingrádi csata után előre nyomuló szovjetek. A revízió szempontjából fontos, hogy a háború alatt az amerikaiak és a britek is kidolgoztak terveket a trianoni béke határmódosításáról. Az amerikai tervek alapján a magyarok javára hajtottak volna végre határmódosításokat, és az 1930-as népszámlálási adatokból indultak ki. Értelemszerűen így nem akkorák lettek volna az új területek, mint amik a revízió során voltak, viszont a határmódosítást és a lakosság cserét szükségesnek tartották. Egyedül a román-magyar határon nem tudtak döntésre jutni. Itt több lehetőséget is felvetettek, mint például a Székelyföld autonómiájának, vagy Erdély önálló és független állama alakításának a tervét. Az angol terveket C.A. McCartney vezetésével dolgozták ki. Ezek hasonlóak voltak az amerikaiakéhoz, sőt, még a szlovák-magyar határszakasz esetében kedvezőbb feltételeket is biztosított volna, és a határjavaslat majdnem megegyezett az első bécsi döntés határaival. Az ország déli határait azonban nem jelölték pontosan. Erdély esetében pedig csak úgy, mint az amerikaiak, nekik sem volt konkrét ötletük. Gondoltak arra is, hogy egy önálló és független ütköző államot hoznak létre a két ország között, de felmerült lehetőségként az is, hogy csinálnak egy konföderációt Magyarország és Románia között, és Erdély ennek a része lenne. Ez a konfederációs terv Winston Churchill elképzelését tükrözte, aki a háború után egy nagy európai egyesült államokat szeretett volna létrehozni, ahogy csak úgy, mint az USA államaiban, itt is létre lettek volna hozva konfederációk, amik külön álltak volna belügyeikben, de egy nagy egységet képeztek volna. Elképzelése alapján a térségben lett volna egy lengyel cseh, egy jugoszláv görög, valamint egy bécs központú magyar, osztrák, román és szlovák lakosságú Dunai Konfederáció. Azonban ebből az elképzelésből végül semmi sem valósult meg. Ráadásul az 1943-as Teheráni konferencián Stálin, Roosevelt és Churchill eldöntötték, hogy megnyitják a következő évben a második frontot, és partra szállnak az angol és amerikai katonák majd Normandiában. Ezzel a térség sorsa végleg megpecsételődött, hiszen eldölt, hogy Stálin fogja felszabadítani őket. Így az lesz majd, amit a szovjet diktátor akar. A magyarok számára a lehető legkedvezőtlenebb elképzelése a szovjeteknek volt, ugyanis Sztáni a Szovjetuniónak meg akarta szerezni Kárpátalját és Beszarábiát is, és ezekért a területekért cserébe a csehszlovákokat a felvidék déli részével, a románokat pedig Észak-Erdélyel kárpótolta volna. Így semmiféle magyar revíziós eredményt nem ismerte el a szovjet diktátor, és a trianoni határokat akarta volna visszaállítani. Miután legyőzték a tengei hatalmakat, a szövetségesek küldöttei Londonba értekeztek 1945. szeptember 20-án a háború utáni határrendezésekről. Az értekezleten az országok külügyminiszterei vettek részt. Angliát Bevin, az USA Brines, Franciaországot Bidó és a Szovjetuniót pedig Molotov képviselte. Itt megállapodtak, hogy a trianoni határok közül Magyarország Ausztriával, Csehszlovákiával és Jugoszláviával való határa változatlan marad. Azonban a román-magyar határvita kérdésének megvitatását az amerikaiak, az angolok és a franciák is a béketárgyalásra napolták volna. Viszont a szovjet Molotov erről hallani sem akart, és kitartóan érvelt amellett, hogy maradjanak a trianoni határok, és a tárgyaló partnereit az általuk hozott korábbi döntésekre emlékeztette. Molotov erőszakossága a következtében a francia bidó végül egyetértett vele és elkezdte támogatni az ötletét. Az angol bevén pedig hallgatott, így Bryce egyedül maradt a javaslatával, hogy egy határmenti sávot 7000 km területtel és félmillió magyarral ítéljenek oda Magyarországnak. A külügyminiszterek végül nem tudtak dönteni, és a helyetteseikre hagyták a döntést a magyar-román határ kapcsán. Ők 1946. áprilisában ugyancsak Londonban ültek össze, itt a britek már a szovjet javaslatot támogatták, és nem az amerikai. Ezért az amerikaiak ebben a kérdésben egyedül inkább nem konfrontálódtak volna a Szovjetunióval, hiszen már ekkor is kisé feszült volt a hangulat a két ország között. Így 1946. május 7-én a külügyminiszterek tanácsa Párizsban eldöntötte, hogy a román-magyar határon is a Trianoni döntés lesz a mérvadó. Így a revízió minden esélye elszállt Magyarország számára. A magyarok hiába próbálták még a Párizsi Béke konferencián kezdeményezni a román-magyar határmódosítást, mivel erről egyik nagyhatalom sem szeretett volna tárgyalni, ezért meg sem vitatták az ülésen. Azonban egy másik határmódosítást megvitattak a csehszlovák magyar határ esetében, mivel Csehszlovákia is benyújtott egy határmódosítás javaslatot. Csehszlovákia győztes államnak számított az ülésen, Magyarország pedig vesztesnek, ezért a cselek elképzeléseiről tárgyaltak Párizsban. A csehszlovákok a pozsonyi hídfőt szerették volna az országukhoz csatolni, hogy pozsony ne legyen közvetlenül szomszédos Magyarországgal. Ez a hídfő öt magyar falut érintett. A béketárgyalásokon tehát egyedül erről az öt magyar falucskáról vitáztak a felek, hiába lettek volna magyar szempontból sokkal légetűbb kérdések is. Végül az lett az eredmény, hogy az ötből három falut megkapott Csehszlovákia Magyarországtól, Dunacsunt, Horvátjárfalut és Oroszfárat. Tehát a második világháborút lezáró Párizsi békében még csökkent is az ország területe a trianoni békéhez képest. Ráadásul a trianoni békével ellentétben itt az aláíró országoknak nem is kellett aláírniuk egy egyességet az általános kisebbségvédelmi eljárások betartásáról, így a magyarság számára ez a Párizsi béke még a trianoninál is rosszabb volt. A revízió során Magyarország különböző területi nyereségekkel visszatudta szerezni a trianoni békediktátum során elvesztett területek jelentős részét azonban ezeknek a területszerzéseknek ára volt, és az ország egyre jobban elköteleződött a későbbi világháborút elvesztő Németország oldalára. Így a revízió sikereit gyors bukás is követte, és nem sikerült semmit sem megtartani az 1938 és 41 között visszaszerzett területekből, sőt 1945-ben még egy a trianoni békénél és rosszabb feltételű békeszerződést kellett aláírni a magyaroknak. Ez volt a magyar revíziós politika sikereivel és bukásával foglalkozó videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára.